parádés szabadugás góllal szereztél vezetést a csapatodnak. Egyértelmű volt, hogy te vállalod, mert Tajti is nagyon készen állt az ellövésre. Hát bal oldalról Tajti szokta rúgni, és sokat gyakorol, én is sokat gyakorol. Szeretjük rúgni edzés után ezeket, éreztem, hogy oda kell állnom, és gól lett. Nagyon pörögtetek, csipkettétek magatokat, ez nyilván az új vezetőedzőnek is szól, illetve új korszak nyílik most a csapat életében, a lehető legjobb kor, amikor ki kell harcolni a bentmaradást? Nem csak a vezetőedzőn, szerintem mindenkiben szeretne maradni, és minden mérkőzés meg kell nyernünk. Végig nyílt volt a csata, egészen Favorov fantasztikus és parádés góljáig. Hogy élted meg azt a találatot a kispadról? Nagyon örültem, begyakorolt figura volt, megbeszéltük edzésen, hogy oda kell ívenni, és a hosszún be kell ütni, beütöttem. Regő, nincs még vége, de óriási lendületet, lökést kaptatok most a zárásra. Milyen lesz az utolsó hat forduló, hogyan készülsz? Kemény lesz, mindenképpen kemény. Bízom a csapatban, és szerintem meg fogjuk nyerni mérkőzéseket. Kristóf, egyfelől annak örülünk, hogy visszatértél a pályára nehéz időszak után, de a pályán mi történt, hiszen az utolsó pillanatig nyílt csatát láthattunk. Megvoltak a helyzetek is, de nem tudtátok érvényesíteni, gólra váltani a lehetőségeket, és egy újabb vereséggel ért véget a találkozó. Milyen volt összességében? Hát magam részéről nagyon örülök, hogy visszatértem egy 3 hónapos kihagyás után, egy nehéz időszak volt számomra. Nem örülök, ami a pályán történt. Ahogy mondtad, egy nyílt meccset játszottunk, itt a végén már belementünk egy rohanásba, nagyon nyílt volt a pálya, első fél időben kellett volna értékesíteni az ittszereket, és akkor meg lehetett volna ez a mérkőzés. Milyen folytatásra számítasz, hiszen ha azt veszük, hogy tényleg ki tudtatok dolgozni sok helyzetet, még ha nem is rúgtátok be, ez jó jel lehet, ugyanakkor egyre kevesebb forduló van hátra, és valahogy bent kell maradni. Így van, 6 meccsünk maradt hátra, jól tudom, abból 4-et hazai pályán játszunk, ez talán egy előny lehet számunkra, sajnos itt már nem elég az, hogy javuló tendenciát mutatunk esetleg, vagy helyzeteket alakítunk ki, most már könnyörtelenül ki kell ezeket használni, már különben nem lesz jó végén. Miben lehet bízni? Hát bízni mindig kell a végsőkig. Győzelemmel mutatkozott be az Zalaegerszeg kispadján, ehhez természetesen gratulálunk. Mivel elégedettebb, a kidolgozott helyzetekkel, a gólok számával, vagy pedig a mutatott játéka, hiszen a fiúk végig csípkedték magukat, az volt az érzés, hogy mindig volt egy bevetődő utolsó ember az ellenfél helyzeteinél. Igen, és ezt is kértem tőlük, tehát hogy igazi csapatmunka volt, azt gondolom ez a győzelem. Volt még a 2 gólunk kívül számos helyzetünk, zicserünk, lehetőségünk, az első fél időben 2-szer is tartott a gólvonal környékén mentettek, és most is volt a Kosztának. Viszont a második gól az nagyon tetszett, mert ez egy begyakorolt figura volt, és ez hála Istenem góllá érett. De igen, a legjobban azt tetszett, hogy a védekezés az masszív volt, és mindenki kisegítette a másikat. Ráadásul ez egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés volt, mint a csapat számára, így kiesési rangadó volt, sajnos ezt kell mondani. Plusz nekem is azért ez egy különösen fontos meccs volt, hogy az elsőt, hogy ezt győzelemmel kezdjük, és a harmadik, hogy ma van a kislányomnak a születésnapja, ma 10 éves, úgyhogy boldog szülinapot, Robertám. Isten éltesse sokáig. Ez az első lépés volt csak, tehát nyilván lehet ünnepelni, de még nagyon sok munka van a cél eléréséig. Lesz-e egy kis ünneplés, és utána átbeszélni, hogy mi lesz a folytatásban? Hát most nyilván ez az ünneplés, ez most itt, és most elmennek, 2 nap szabadot kapnak a játékosok, családi körbe tudják ezt élvezni, ezt a sikert, de hátradőlni nem lehet. Ez egy nagyon-nagyon fontos győzelem volt, mint a hitünknek, a lelkünknek ez jót tett, meg hát most 6 pontra elmentünk a DVTK-tól. Nem lehet hátradőlni, dolgozni kell tovább, és ez a fegyelmezett játék, ami most megmutatkozott ma, ezt elvárom minden mérkőzésen. Tudom, hogy nem lehet minden meccsen jól játszani, meg ugyanazt, de a szemléletbe igenis lehet, és ez a szemlélet ez jó volt, és ezt meg kell tartani. Ha valamin javítani kell, mi lehet az a következő meccsek, hiszen volt azért hátul egy elpasszolt labda, lehetett volna kicsit önzetlenebb egy-két csatára a másikkal szemben, és rengeteg helyzet volt, amiből csak 2 lett gól, ha így veszik. Legfőképpen ott az a ki nem készített hibák. Tehát, hogy az első fél is 2-szer mi hoztuk olyan helyzetbe az ellenfelet, hogy nem volt indokolt, tehát és igazából egy óriási veszély lett belőle, és sajnos ez előfordult a felkészülési mérkőzésen is. Az, hogy most ott a támadók
hogy nem akartak, biztos vagyok benne, önzők lenni. Ilyen döntést hoztak, most lehet, hogy nem volt jó, de lehet, hogy a következő mérkőzésen meg az ő jó döntése fogja meghozni a sikert. Köszönöm szépen, sok sikert! Én köszönöm. Rengeteg helyzete, lehetősége volt a Diós Győrnek is, de nem tudták gólra váltani ezeket. Nyilván minden vereség fájú, de most nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ne legyen vereség. Összességében hogyan értékeli ezt a mérkőzést? A lot of chances in this game for our team also. How did you rate this game today? Very simple. First time was equal. We have better chance, but ZT score the euro goal. We didn't score our chance. And after that second time, we tried to attack. We have position. I can say we didn't play so bad. Still 18 meter, but there we didn't have quality. And I just can congratulations to ZT. Az első fél időben egyáltalán nem játszottunk rosszul, talán egy kicsit jobban is, mint a Zeter, de mégis ők szereztek vezetést, a helyzeteinket kihagytuk, a második fél időben próbáltunk jobban és többet támadni, de ez inkább labdabirtoklásban nyilvánult meg, mint sem abban, hogy a kapu elé is feljutottunk volna. Fogy az idő, fogynak a mérkőzések, mindenképpen nyerni kell a bennmaradáshoz, hogyan látja a folytatást? So, we are running out of games. How did you see the chances to stay in the league? Mathematically, we still have the chance. But we can speak about it, but we must show something in the pitch, because today was very important game for us. I understand this pressure, but we must show quality in the finishing, because we can speak every game after every game the same, you know. We fight, we have the chance, but in score. If you cannot score any game, you cannot think how you can win. For example, today we have 3-4 chances. We must score one goal, and after that we can play more calm with more confidence. But our situation like this, I will not cry. I'll be fight till the end. Matematikai esélyünk még van a bentmaradása, de ehhez javulni kell a játék minden elemében, elsősorban a támadójátékban és a befejezésekben, mert hogyha nem szerzünk gólt, nem szerezzük meg a vezető gólokat a meccseken, akkor odajukadunk, hogy minden meccsen ugyanarról beszélünk ilyenkor utána.